Teszed, a megyei kormányhivatal is csatlakozott a szemétszedési akcióhoz. Életműdíj Berebes Istvánt köszöntötte a Móricz Zsigmond Színház társulata. Új szökőkút, Európában is egyedülálló látványosság épült Sóston. Elindult a Teszed országos szemétszedési akció Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nem csak önkormányzatok, egyesületek és baráti társaságok, hanem a megyei kormányhivatal is csatlakozott a felhíváshoz. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Elektronikai és veszélyes hulladékot is találtak a kormányhivatal munkatársai személygyűjtésük során a Nyíregyházi lőtér környékén. Az akcióval arra is felhívták a figyelmet, hogy a hivatalon belül néhány hónapja működő hulladékgazdálkodási hatóság felderíti és meg is bírságolja a tilosban szemetelőket. Bokrok között bujkálva gumikesztyűben szedik a szemetet a megyei kormányhivatal munkatársai. Két csoportra osztva több mint 100-an dolgoznak a nyíregyházi Simai út környékén. A lőteret határoló fásbokros terület ideális helyszíne az illegális hulladék elhelyezésének. Ezt igazolja a nagyzsákokban egyre csak gyűlő szemét. Van itt minden, a kommunális és lombhulladék mellett festékes vödör, vas, cső, tévé, porszívó, de még veszélyes hulladék is napvilágra kerül. A szemétgyűjtésre a héten zajló Teszed országos önkéntes akció keretében került sor. A legfontosabb, én azt gondolom, hogy a szemléletformálás, amit már a gyermekeknél el kell kezdeni, de hát felnőtt korban sem árt, azt tapasztaljuk. Legfontosabb a szemléletformálás. Tudomásul kell mindannyiunknak vennünk, hogy a szülőföldünket tesszük tönkre, és gyermekeinknek, unokáinknak az életkörülményeit tesszük rosszabbá, hogyha nem megfelelően bánunk a hulladékkal. A megyében is nagy probléma az illegális hulladéklerakás. A keddi akció helyszínét a Natura 2000-es területet előzetes bejárást követően választották ki. Egy olyan helyet kerestek, ahol nem csak természetvédelmi célokat szolgálnak, hanem hulladékgazdálkodási feladatokat is el tudnak látni. Az elmúlt hónapokban ugyanis ilyen feladatokkal bővült a kormányhivatalon belül működő környezetvédelmi hatóság tevékenységi köre. A cél az volt, hogy az illegális lerakásokat visszaszorítsák, és a tettenérést, illetve az elhelyezést azt keményen büntesse. Ezzel is visszaszorítva a hulladéklerakást, hiszen számos olyan lehetőség van, amikor legálisan, akár ingyen is megválhatunk a hulladékainktól. Ilyen hely a hulladékudvar, a most összeszedett mintegy 15-20 köbméternyi szemetet is ide szállították. Az illegális szemetelőknek egyébként van félnivalója a mindennapokban. Mi ugye közigazgatás keretében is kapunk bejelentéseket illegális hulladék elhelyezésekről. Ez történhet személyesen vagy egy adott applikációs rendszeren keresztül. Első lépésben ugye egy helyszíni ellenőrzésre kerül sor, ami alapján ugye maga a területet tudjuk behatárolni, tehát ez egy elég pontos GPS koordináta segítségével, majd ezt követően jön ugye az a lépés, amikor meg tudjuk határozni, hogy az adott hulladékot kihelyezhette el. Viszont ehhez elég nyomós bizonyítékokra van szükségünk, amennyiben ugye ez nem áll rendelkezésünkre, így a hulladék elszállítása a hatályos jogszabályi megfelelőségnek szerint fog történni. Ha viszont rájönne, kihagyta ott jogtalanul a szemetét, a vétkes komoly bírságra számíthat. A televíziózás rejtelmeivel ismerkedtek meg a Sényői Általános Iskola végzős diákjai kedden a Kölcsei Televízió stúdiójában. A tanulók a Tanítsunk Magyarországért program vállalati mentor programjának résztvevői, melyben televíziónk is partnerséget vállalt. A programban egyetemisták segítik az általános és középiskolásokat a tanulásban és a pályaválasztásban. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt egyszer már ellepték a Kölcsei Televízió épületét általános iskolások. A vasmegyeri gyerekeket akkor György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára is elkísérte, aki a Tanítsunk Magyarországért egyik alapítója. A politikus akkor azt mondta, a kis településeken élő gyermekek egy-egy ilyen látogatás során élményekkel gazdagodnak és hasznos tapasztalatokat szereznek. A Kölcsei Televízió is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért program vállalati mentor programjához. Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek, 7-es, 8-os általános iskolások
a tehetségüknek megfelelően megismerjék a munka lehetőségeket, vagy legalábbis megismerjék azt, hogy az egyes hivatásoknak vagy szakmáknak mi a csinja, binja, mi a rejtelme, és ez csak gyakorlatban, csak üzemi hőfokon, munka közben lehet megismerni. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy nem csak egy gyárba, egy termelőüzembe tudnak ellátogatni a gyerekek, hanem egy ilyen szolgáltató helyre is, mint egy televízió, és be tudnak tekinteni a kulisszák mögé. A program pedig idén is folytatódott, ezúttal a Sényői Általános Iskolából érkeztek diákok a Kölcsei TV-hez. A tanulók a televíziózás szakmai részleteibe, a stúdió munkába és a hírolvasásba is betekintést nyerhettek. Mi teljesen más szemszögben látom, úgyhogy beleláthattam az egészbe. Nagyon tetszett, és hát kicsit elgondolkodható, hogy gondolkozom ezen a riporteri szakmán. A Tanítsunk Magyarországért program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisdiákjait a Nyíregyházi Egyetem hallgatói mentorálják. Az ő feladatuk, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a tanulókkal, segítsék őket a tanulásban, a pályaválasztásban és az élményszerzésben. Szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy nem csak egy-két munkát ismerhetnek meg, ezért vagyunk mi, például ez a mai nap is, hogy itt a tévében is megismerkedhettek azokkal a feladatokkal, amiket például nem hétköznapiak, és nem minden nap látnak. Ez az egyik feladata a mentoroknak. Emellett persze segítünk a gyerekeknek az iskolai munkák elkészítésében, a tanulásban, és bármiféle hétköznapi problémájuk adódik, azt is próbálunk nekik segítséget nyújtani. A Sényői iskola 3 éve csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz. Mint azt az intézmény vezetője elmondta, azóta már számos emlékezetes helyre ellátogattak tanulóik, a mentorok pedig igazi bizalmi kapcsolatot alakítottak ki velük. Gyakorlatilag heti rendszerességgel látogatják a gyerekeket, tanulmányi munkájukat segítik, és olyan különleges helyekre juthattak el a gyerekeink, mint például az önök stúdiója, vagy akár a nyíregyházi repülőtér, de említhetném a budapesti országházat is, ahova szintén mentorok segítségével jutottak el a gyerekeink. Én azt gondolom, hogy ez a mai nap egy olyan különleges élmény lesz tanulóink számára, ugye most novemberben, októberben nagyon fontos a pályaválasztás. Szerintem lesz egy-két gyerek, aki elgondolkodik azon, hogy szívesen ülne a kamera másik oldalán, vagy állna a kamera másik oldalán. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2019-ben elindított Tanítsunk Magyarországért programban már több mint 5000 általános iskolás diák és egyetemista mentor vett részt. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói a kezdetektől segítik a megye fiataljait. Közel 190 önkormányzati lakás újult meg Nyíregyházán a szociális városrehabilitáció keretein belül, ezzel párhuzamosan befejeződött a keleti lakótelep régi, leromlott állapotú épületeinek elbontása is. A több mint 120 millió forintos program másfél éven keresztül két ütemben zajlott, azt még nem döntötték el, hogy a Tüzér utcai lakótelep helyét mire hasznosítják. Még látszanak a bontási törmelékek Nyíregyházán, a Tüzér utcán. Az Orosi és a Kálói út közötti területen korábban 27 komfort nélküli lakótömb és azok melléképületei álltak, amelyek állapota leromlott, életveszélyessé vált. Nem volt értelme ezeket az ingatlanokat felújítani, ezért döntött úgy a nyíregyházi önkormányzat, hogy lebontja a házakat, a lakókat pedig a Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területén projekt keretében felújított lakásokban helyezi el. Egy nagyon fontos, régóta húzódott, több évtizedes problémát tudtunk megoldani a keleti lakótelep lebontásával. Ugye itt már 2010 előtt is méltatlan körülmények között éltek emberek, és nem akartuk megvárni azt, hogy életveszélyessé váljanak azok a lakások. Ezért elindítottunk egy programot, ami azzal kezdődött, hogy az ott lakókat hogyan tudjuk, és hol tudjuk a városban, több ponton egyébként, méltó körülmények között elhelyezni, ami természetesen azt jelentette, hogy a meglévő lerobbant, de még felújítható lakásokat fel kell újítanunk. Ilyen volt például ez a Dália utcai társasház. A program keretében összesen 186 lakás újult meg, 77 lakás külső és belső felújításon esett át, 109 lakás pedig külsőleg szépült meg, hőszigeteléssel és tetőcserével. A sajtótájékoztatón elhangzott, a program nem csak a lakhatás megoldásáról szólt, ez egy komplex integrációs folyamat része.
A program keretében különböző tanfolyamokat, tókai és képzéseket is végeztünk, nyújtottunk a közel 100 főnök, aki ebben a programban részt vett, és ehhez társult egy megélhetési támogatás, hogy ne az legyen az oka, hogy idény munkára el kell menni valakinek, mert különben nem tud részt venni a tanfolyamon, hanem legyen egy biztosított anyagi háttér. Így függ össze a kettő. Én azt gondolom, hogy a sorrend a méltó lakhatás megteremtése, munkahely teremtése, és minden egyéb ezzel párhuzamosan, ami a társadalmi felzárkózást szolgálja és segíti. A Tüzér utcai lakótelep helyén komoly fejlesztési terület szabadult fel. Azonban, hogy ennek mi lesz a sorsa, hogyan fogja az önkormányzat kihasználni ezt a területet, egyelőre nem lehet tudni. A város a hosszú távú terveket figyelembe véve, minden lehetőséget megvizsgálva, a realitást és a megvalósíthatóságot szem előtt tartva dönt majd az üres telkek felhasználásáról. A Vidor Fesztivál életmű díját vette át Verebes István, a Móricz Zsigmond Színház egykori igazgatója szombaton, a premiért megelőző ünnepségen, ahol arra emlékeztek, hogy 40 évvel ezelőtt alakult meg a teátrum állandó társulata. A közönség a délután folyamán a Bencs villában találkozhatott Verebes Istvánnal, aki nyíregyházi emlékeit idézte fel egy teltházas beszélgetésen. Régi kollégák, barátok és sok színházba járó várta Verebes István színművész rendezőt, a Móricz Zsigmond Színház egykori direktorát a Bencs villában. A művésszel Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója a múltról, István István színművész pedig a jelenről és legújabb könyveiről beszélgetett. Számos történet hangzott el arról a 6 évről, amit a művész 1993-tól Nyíregyházán töltött a teátrum vezetőjeként. Verebes István úgy véli, annak ellenére, hogy már középkorú volt, mégis ebben a városban vált felnőtté. Egy nagyon fontos határpont volt ez a 6 év nekem. Egészen más emberként távoztam, mint ahogy jöttem. Nagyon sok összetevője van a magánéletemtől, a pályám adott pillanatáig, de valahogy ezt a 6 évet egy angyal őrizte. Az író-olvasó találkozón Verebes István elmondta, nem jó színházat, hanem különb színházat akart működtetni a Szabolcsi megyeszékhelyen. A művész munkásságát több díjjal is elismerték már, de számára a két legfontosabb az 1996-ban megkapott Móricz gyűrű, illetve a Vidor Fesztivál életműdíja. Ez az életműdíj, mert hogy így hívják, ez a város miatt fontos nekem, hogy ebben a városban velem csak jó történt, és ezt most még megpecsételni ez a díj, hogy én itt kaptam egy komoly megbecsülést arról, hogy érdemes volt végigcsinálnom 50 évet. Nem tudom, hogy van-e életművem, és ebben nem is foglalkoztam sokat, hogy én legendásítsam magam, vagy én egy nagy öreg legyek, ez nekem nem áll jól. De az, hogy ez a város megsimogatja a fejemet, az nekem jól esik. Az idei évben a Vidor Fesztivál életműdíját Verebes Istvánnak adhatom át. Verebes István az életműdíjat a Kurázsi Mama és Gyermekei című előadás premierje előtt vette át, azon az ünnepségen, amelyet az önálló társulat létrejöttének 40. évfordulója alkalmából rendeztek a Móricz Zsigmond Színházban. Az eseményen Bárány Frigyes alapítótag üzenetét Gulácsi Tamás olvasta fel. Ezt követően Kírják Róbert olyan színpadi munkatársaknak adott át elismeréseket, akik már 40 éve segítik az előadások létrejöttét. Látványos show elemek, közel 500 négyzetméter vízfelület, tematikus hang és fényeffektek, Nyíregyháza új szökőkútja Európában is ritkán látott dinamikus vízképet tud megjeleníteni. A medencébe összesen 93 darab víz alatti szivattyúval működő fúvókát helyeztek el, a 8 darab vízkivilágítás pedig képes lekövetni a kandellábereken elhelyezett két-két kültéri hangszóróból szóló zene ritmusát. Ezt 10 napig bárki megcsodálhatja, hiszen
október 22-től október 31-ig tart a nyilvános próbaüzem. Délelőtt 10 óra és este fél 9 között különböző zenei blokkokat hallhatnak az arra járók. Ezekben felcsendül a Jégvarázs főcím zenéje mellett Erkel Ferenc palotása, Vivaldi, Ennio Morricone, a Queen és a nyíregyházi Nem az a lány dala is. Két autó ütközött össze kedd délelőtt Nyíregyházán, a Család utca, Nagyvárad utca, Orosi út csomópontban. Egy autós vélhetően figyelmetlenségből a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére hajtott a kereszteződésbe, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő járművel. Személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. Ebben az évben több mint 10 baleset történt ebben a csomópontban. Az esetek többségében a karambol oka a figyelmetlenség volt. A hétvégén harmadik alkalommal rendeznek Rally Európa bajnoki futamot Nyíregyháza központtal. A kontinentális sorozat idei utolsó előtti versenye a Rally Hungary pénteken a Mária Pócsi Rabócsi ringen rajtol, vasárnap 11 órától pedig egy belvárosi gyorsasági futamot láthatnak az érdeklődők. Tavaly az Európában megrendezett kevés nemzetközi sportesemény egyike a Rally Hungary volt, amely ezen a hétvégén már harmadik alkalommal hozza el a kontinens legjobb pilótáit a Szabolcsi megye székhelyre. Mint a sorrendben hetedik idei EB-futam keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, a rendezvény sportértékén túl is profitál a régió az autósport egyik legnépszerű szakágának versenyéből, amelynek hazai futamát 2023-ig biztosan támogatja a kormány. Óriási sportdiplomáciai értékei vannak, és emellett sportszakmai értéke is, és hangsúlyoztam a sajtótájékoztatón, hogy nem csak sportszakmai, hanem turisztikai, gazdasági, idegenforgalmi hatása is óriási. Ezt érzik a nyíregyháziak, érzik a térségben lakók is, hiszen bemutatkozhatnak a városok, a települések, és a kulturális értékeinket is meg tudjuk mutatni, akár a városban, akár pedig az országban, akár Európa szinten is. Az Európa-bajnoki versenyben a tavalyi nyíregyházi győztes norvég Andreas Mikkelsen vezet, az ötödik helyen álló Herzig Norbertnek pedig még van esélye a dobogóra. A magyar bajnoki címért még három páros harcol. Őri Tamás versenyrendező szerint rendkívül erős mezőny indul a Rally Hungaryn. Az Európa-bajnoki mezőny mellett lesz historik és magyar bajnoki futam is. Összesen kb. 110 versenypáros fog indulni. Az Európa-bajnoki mezőnyben 57 páros van, ami rekord. A tavalyi évnél is nagyobb mezőnyről van szó. Három világbajnok páros is indul. Andreas Mikkelsen és Osberg mellett egy fiatal 20 éves finn tehetség, aki a Junior WRC címet nyerte meg a múlt hétvégén, és hát borzasztóan erős. Tehát ez az Európa-bajnoki mezőny, ez véleményem szerint minden idők egyik legerősebb mezőnye, tele van olyan pilótákkal, akik az EB mellett a világbajnokságon is részt vesznek, és külön öröm, hogy van egy magyar páros, aki fölveszi velük a versenyt, és esélye van az év végi dobogóra Herzig Norbertnek és Ferenc Ramonnak. A versenyzők 14 gyorsasági szakaszt teljesítenek, ezek távja összesen 182 kilométer. A 2019-es győztes Turán Frigyes szeretne ismét dobogóra állni. Biztos vagyok benne, hogy leszünk 4-5-en, akik talán tudunk majd önidőket menni, hogy meg tudjuk mutatni az Európa-bajnoki mezőnynek, hogy gyorsak a magyar pilóták. Kicsit helyzeti előnyben vagyunk, talán a magyar nézők szeretete az minket egy kicsit jobban fog támogatni, mint őket, de csodálatos versenyhelyszínekre készülünk, nehéz versenyre készülünk, de meg szeretnénk mutatni, hogy igenis lehet itt nyerni. Ugye ezt egyszer már sikerült megmutatni, de én szeretném megmutatni, hogy talán esély lenne még egyszer nyerni itt Magyarországon. A verseny péntek este 7 órakor a Mária Pócsi Rabócsi ringen egy villanyfényes futammal rajtól. Szombaton és vasárnap a zempléni gyorsasági szakaszokat teljesítik a versenyzők, közben vasárnap 11 órától Nyíregyháza belvárosában is rendeznek egy időfutamot.
A versenyhez kapcsolódóan csütörtökön 19 és 22 óra között, vasárnap pedig 7 és 15 óra között forgalomkorlátozásokra kell számítani a megyeszékhelyen. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Elektronikai és veszélyes hulladékot is találtak a kormányhivatal munkatársai szemétgyűjtésük során a nyíregyházi lőtér környékén. A Teszed akcióval arra is felhívták a figyelmet, hogy a hivatalon belül néhány hónapja működő hulladékgazdálkodási hatóság felderíti és meg is bírságolja a tilosban szemetelőket. A Vidor Fesztivál életmű díját vette át Verebes István a Móricz Zsigmond Színház egykori igazgatója szombaton, a premiért megelőző ünnepségen, ahol arra emlékeztek, hogy 40 évvel ezelőtt alakult meg a teátrum állandó társulata. A közönség a délután folyamán a Bencs villában találkozhatott Verebes Istvánnal, aki nyíregyházi emlékeit idézte fel egy teltházas beszélgetésen. Látványos show elemek, közel 500 négyzetméter vízfelület, tematikus hang- és fényeffektek. Nyíregyháza új szökőkútja Európában is ritkán látott dinamikus vízképet tud megjeleníteni. A medencébe összesen 93 darab víz alatti szivattyúval működő fúvókát helyeztek el, a 8 darab díszkivilágítás pedig képes lekövetni a kandellábereken elhelyezett két-két kültéri hangszóróból szóló zene ritmusát. Ezt 10 napig bárki megcsodálhatja, hiszen október 22-től október 31-ig tart a nyilvános próbaüzem. Október 19-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap este is várjuk majd önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedd este nagyrészt derült lesz az ég felettünk, hajnalra viszont helyenként előfordulhat kisebb felhősödés. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Általában 6 és 10 fok közé hűl le a levegő. Szerdán gomoly felhők képződnek, de eső nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű. A hét további részében marad az őszies idő.